A sárkányhajó világbajnokságot nem akadályozták, de annak befejezését követően megnyitották a zsilipeket. Az eredmény már látható. A 2-2,5 millió köbméternyi lefolyásához azonban sok idő kell. A vizet a közeli horgász területekre vezetik át, azok feltöltése után a felesleg befolyik a Tiszába. A medret több helyen is megerősítik, az iszapot kikotorják, és az alján lévő technikai eszközöket, a bólyák tartószerkezeteit kicserélik. Más beruházások is lesznek. A felevező sávot és a versenypályát elválasztó, úgynevezett osztószigetre egy híd fog vezetni. Ennek segítségével kerül új helyre a tévés közvetítés központja. Új utakat alakítanak ki, és teljesen lefedik a lelátót. A céltornyot és a versenyzőket kiszolgáló épületrészeket is felújítják. Nagyon sok olyan beruházás történik majd, ami nem annyira látványos, nem épületeket húzunk föl, hiszen az épületek mennyisége elég, hanem sokkal fontosabb volt, hogy végre a csatornahálózat, az utak, a vízelvezetés, a partvédelem és ezek a kiegészítő dolgok is rendben legyenek, és hát természetesen azért a híd mindenképp látványos lesz, és az, hogy a lelátó lefedésre kerül, és ez az egész központi rész megújul. Mindenre majdnem 1,8 milliárd forintot költenek állami támogatásból. A meder újrafeltöltését a munkálatok végeztével a jövő nyár elejére tervezik. A vizet a Tiszából engedik majd be. A jövő évi világbajnokság a szegedi kajakkenu és evezős olimpiai központban lesz. Előtte már a hazai válogató versenyt is a Matyéri pályán szeretnék megrendezni.